idén is repülnek a labdák, szerválnak és sáncolnak a fiatalok a Jedlik iskola tornatermében, hiszen idén is megszervezték Győrben a röplabdatábort. Ez alkalommal nagyon vegyes társaság jött össze Árutel Farnady Ernő, a röplabdázás győri atya. A kezdőktől a profikig mindenki egy helyen üti a labdát. Ernő bácsi hozzátette, kiemelt figyelemmel kíséri az utóbbi időben a legkisebbek munkáját, hiszen szeretné, ha a 2017-es EJOF keretében lenne győri röp is. Nagy kihívás nekünk a EFOT, a ifjúsági olimpiai játékok, amik Győrbe lesz. Próbálunk olyan gyerekeket összeszedni, akikre van egy picike remény, hogy legalább a magyar válogatottba, még ha a 12-nek is hátra bekerülnek. A táborlakók között most is van sok lelkes, tehetséges röplabdás, akik talán egyszer nagyon komolyan foglalkoznak majd a sportággal. Azért ezt választottam, mert ezt már kiskorom óta nagyon szerettem volna kipróbálni, és hát azért is tetszik, mert hát szeretek rágatni, megfutni a labda után. A megyei röplabdázás következő eseménye az 5. Lipót termálfürdő strandröplabda kupa. Aztán a hónap végén így Győrben zárul a strandröpi szezon, szeptemberben pedig újra terembe vonulnak a fiatalok.